És ahogy ígértük, most élőben kapcsoljuk a kormányinfót. Önöket a mai rendhagyó hétfői kormányinfón, és ennek az az oka, hogy rendhagyó módon a kormány az elmúlt héten két alkalommal is ülésezett, szerdán és tegnapi nap vasárnap. Szeretném megkérni Gulyás miniszter urat, hogy tájékoztassa önöket a legfontosabb információkról. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik tevékenyen vagy szórakozásból, de figyelemmel kísérik a kormányinfót. A kormány a múlt heti két ülésén is foglalkozott a háború jelenlegi állásával, lehetséges kimeneteleivel, és azzal is, hogy mit tudunk mit tenni a békéért. Továbbra is a legfontosabb megállapítás, hogy az elhúzódó háború rendkívüli veszélyeket rejt magában, Európa egészére nézve és Magyarországra is. A háború árát életekben elsősorban az oroszok és az ukránok fizetik meg. Itt ne felejtsük el, hogy az ukrán hadseregben magyarok is vannak, tehát Magyarország azon országok közé tartozik, akinek a veszteségei nem csupán a gazdaság területén fejezhetőek ki, hanem emberi életekben is, hiszen kárpátaljai magyarok is vesztették életüket az oroszokkal szembeni harcban. De míg az emberi árát elsősorban ez a két ország fizeti meg, addig gazdasági árát egész Európa, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ezért is mindkét szempontból helyes, európai és magyar szempontból is helyes, hogy a magyar miniszterelnök az Európai Uniós elnökség kezdetén egy békemissziót indított. Azt látni kell, hogy Európában a nagy országokat egy háborús propaganda uralja, és az európai kormányok nagy többsége is ennek jegyében foglal állást. Valakinek képviselni kell a vesztesek, az áldozatok, a megcsonkított családok hangját is. A háború árát megfizetjük közvetlenül, de hiszen Európa támogatja is Ukrajnát, pénzügyileg is támogatja Ukrajnát, ezek egy ideig hitelnek tűntek, de már az ukrán igényekből is látszik, hogy ők ezt ennek egészét vagy egy részét nem kívánják visszafizetni. Megfizetjük az inflációban, megfizetjük a gazdasági növekedési áldozatban is. A háborús felekkel való közvetlen párbeszéd nélkül béke nem érhető el. Minden olyan békekezdeményezés, ami akár egyik, akár másik háborús felet kihagyja az egyeztetés lehetőségét, egyik vagy másik félel kizárja, nyilvánvalóan nem vezethet sikerre. A békéhez elsősorban a nagyhatalmak tudnak hozzájárulni. A magyar miniszterelnök a háborús felekkel való tárgyalást követően ezért utazott Kínába, ahol ma a kínai elnökkel is tárgyalt. Erről ezekben az órákban közvetlen tájékoztatást is kaphattak. A legszélesebb nyilvánosság számára is szeretnénk azt egyértelmű tenni, hogy Magyarország minden olyan országgal szeretne kapcsolatban lenni, amely hozzájárulhat a békéhez, minden olyan politikai vezetővel beszélni kíván, párbeszédet kíván fenntartani, akik tehetnek azért, hogy az öldöklés, a háború mielőbb szűnjön meg, és tűzszünet és béketárgyalások kezdődjenek. Magyarország ennek ellenére pontosan tudja, hogy hol van a helye, az unió soros elnökeként is tudja, hogy hol van a helye. Nincs konkrét béketervünk, biztosak vagyunk benne, hogy az csak a felekkel együtt lehet kidolgozni, de abban is biztos vagyunk, hogy a párbeszédhez tűzszünet kell, mert nem reális eredményes tárgyalásokat folytatni mindaddig a békéről, amíg az egymással szemben álló felek ölik egymást a fronton. A magyar békemissziót láttuk, hogy sokan kísérik gyanakvással, sőt, sokan ellenzik Európában. Leginkább azok, akik gyakran üres, de mégis határozottan háborúpárt nyilatkozatokat tesznek, és éppen ezért Magyarországra is az elmúlt hónapokban, sőt most már az elmúlt két évben nyomás helyezett, hogy semmilyen önálló véleményt ebben az ügyben ne fejtsen ki, hanem a háborút támogatók sorába álljon. Az elmúlt hónapokban viszont azt is tapasztaljuk, hogy politikai, jogi és pénzügyi zsarolásnak vagyunk kitéve annak érdekében, hogy mi is álljunk a háborút támogató országok sorába.
ennek a zsarolásnak nehéz másként tekinteni az Európai Bíróság migrációügyében hozott ítéletére, mint ennek a zsarolásnak a részére, de nincs olyan zsarolás, amely Magyarországot arra kényszeríti, hogy változtasson azon a meggyőződésén, hogy minden politikai döntéssel, lépéssel, tettel a háború mielőbbi végét kell szolgálni. A kormány a szerdai és vasárnapi ülésén háborúellenes akciótervről döntött. Ez több lépést is magában foglal. Az első, hogy a háborúellenes propagandával szeretnénk szembeszállni, fontosnak tartjuk a legnagyobb átláthatóságot pártoknál és médiumoknál is, ezért kötelezni fogjuk a pártokat és a médiumokat arra, hogy a forrásaikat tegyék átláthatóvá. A külföldi források esetén ez elvileg csak médiumok esetén lehetséges, hiszen pártok nem fogadhatnak el külföldről forrásokat, pedig szintén az az elvárásunk, hogy ezeket a forrásokat hozzák nyilvánosságra. Magyarország fenntartja magának a jogot, hogy a külföldről érkező forrásokat, amelyek a háborús propagandát szolgálják, visszautaljuk a feladónak. Erre az igazságügyminiszter feladata, hogy ilyen szabályozást dolgozzon ki, de miután van Európai Uniós szabályozás, annál egy kicsit jogállami megoldást támogatunk, de az Európai Uniónak van egy 2024/1428-as rendelete. Ennyire durva, radikális a véleményemesztelés szabadságát sértő szabályozást Magyarországon alkotmányos keretek között nem lehetne bevezetni, de fontosnak tartjuk, hogy legyen lehetősége a háborús propaganda ellen a magyar államnak is a fellépésre. Végül a kormány döntött arról is, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetni minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extra profitra tett szert. A védelmi hozzájárulás a védelmi alapba kerül, védelmi hozzájárulást kell fizetni a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek. A bankoknál a kormány bankadó csökkentéséről tárgyalt, ugyanakkor sok bank kihasznált egy olyan kiskaput, ha úgy tetszik, kijátszott egy szabályozást, amely az állampapír vásárlásra vonatkozott, úgyhogy a bankadót minden olyan banknak meg kell fizetni teljes egészében, aki nem növelte a teljes állampapír állományát. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben érdemben a bankadó mértéke nem változik. Megemeljük a bankok által fizetett tranzakciós illeték mértékét, és a bankok devizaműveleteire valuta átváltási illetéket vetünk ki. Annak érdekében, hogy ezt ne lehessen áthárítani a családokra, 2024-ben a számlavezetési és kártyahasználati díjra egy stoppot vezetünk be, a lakossági kártyákra és a lakossági számlákra vonatkozóan. Az energiaszektorra és a multinacionális cégekre kivetett extra profit adót, ideértve a kiskereskedelmi adót is, nem csökkentjük az idén, annak mértéke változatlan marad. A kormány szintén tárgyalt az üzemanyagárakról. Üzemanyag árügyében azt tudjuk elmondani, hogy sikerült a áprilisi-májusi helyzethez képest érdemben letörni az üzemanyagárakat. Ma a lakosság benzin esetében 32 forinttal, gázolaj esetében 30 forinttal tankolhat olcsóbban az áprilisi csúcshoz képest. Ugyanakkor a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy azt a megállapodást, amely éppen április-májusban jött létre a kormánnyal, mely szerint a környező országok átlagáránál többet a magyar családok sem fizethetnek, ezt a megállapodást továbbra is ezek a cégek tartsák be. Hogyha a múlt heti KSH heti átlagárakat nézzük, akkor a benzin 4, a gázolaj 10 forinttal volt drágább Magyarországon, mint ami a szomszédos országok átlaga. Ezért várunk lépéseket az üzemanyagkereskedőktől, hogy ezt az igazságtalan helyzetet megszüntethessük. Szintén tárgyalt a kormány a légi közlekedésben fennálló helyzetről, és először is azt állapítottuk meg, hogy természetesen a légiforgalom növekedésével, különösen azzal, hogy a légitársaságok jelentős része már amúgy is komoly késésekkel érkezik, együtt jár az, hogy a nyári időszakban a
drámaian megnövekvő, vagy inkább itt nem a drámai szót használom, mert ez egy pozitív jelenség, de a növekvő utasszám mellett és több utazó mellett előfordulhatnak késések. Ez azonban nem ok arra, hogy sok órás késések forduljanak elő, és különösen nem ok arra, hogy az utasok ne kapjanak meg minden információt, ami ahhoz szükséges, hogy el tudják dönteni, hogy a repülő indulásáig mit tesznek. Ráadásul akik viszont a repülőtéren vannak, azokat maximálisan ki kell szolgálni, és biztosítani kell mindazt, ami a várakozás időszakában szükséges lehet. Kormányszóvivő azt mondja, személyesen is meggyőződött a helyzetről, ez ma már a repülőtéren lényegesen jobb, de akkor azt várjuk a légi közlekedés valamennyi szereplőjétől, beleértve a Hungarokontrollt is, hogy készítsenek akciótervet, minden információt folyamatosan biztosítsanak az utasoknak, a földi kiszolgálástól pedig elvárjuk, hogy gyorsítsák radikálisan a folyamatot. A fogyasztóvédelmi hatóságot az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően arra utasítja a kormány, hogy a lehető legszigorúbban járjon el a jelentős késések esetén, és szabjon ki jelentős bírságokat. 12 hatósági eljárás van pillanatnyilag folyamatban, 12 járat indulás kapcsán. Ez 2024. június 21-e és július 1-e közötti járatindulás kapcsán, de meggyőződésem, és egyébként egy időben az Európai Parlament, az uniós szabályozás ebbe az irányba ment, hogy vannak olyan járatkésések, amelyek esetén automatikusan jelentős a légitársaságnak komoly kárt okozó bírságot kell kiszabni. Ezt várjuk a fogyasztóvédelemtől minden olyan esetben, amikor a járatkésés a légitársaságok hibájára visszavezethetően következik be, és miután önmagában a késői repülőgép érkezés, illetve a légitársaság hibája az több mint 60%-át teszi ki a késéseknek, ezért is kulcsfontosságúnak tartjuk azt, hogy ilyen esetekben a fogyasztóvédelmi hatóság komoly bírságokkal sújtsa a légitársaságokat. Nem látunk más lehetőséget arra, hogy egész egyszerűen ne érje meg kockáztatni. Számtalan rossz gyakorlat alakult ki, például az is, hogy a légitársaságok a kipakolásra, bepakolásra, illetve az utasok kiszállására, beszállására olyan kevés időt adnak, ami csak elméletileg elegendő arra, hogy az újrainduláshoz szükséges beszállás és bepakolás megtörténjen, és ebből adódóan a délutáni időszakra már óriási késések alakulnak ki. Ráadásul az európai légiforgalom az olyan mértékben nőtt meg, hogy még a 2019-es rekord évnél is lényegesen nagyobb mindenhol Európában. Ennek következtében, hogyha egy járat időben nem tud elindulni, akkor amíg újra résidőt kap, olyan slotot kap, amiben felszállhat, az sokszor nem 10-20 perc, hanem akár 1-2 óra is lehet. Tehát amikor a járatokat eleve olyan menetrendet, a járatoknak eleve olyan menetrendet állapítanak meg, ami nem tartható, akkor abból késés következik, és azt várjuk a fogyasztóvédelemtől, hogy minden egyes ilyen esetben, minden egyes ilyen járatnál a légitársaságokat jelentős, fájdalmas bírsággal sújtsa. Röviden ezeket szerettem volna elmondani, és átadom a szót kormányszóvivőnek. Köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni önöket azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntést hozott tegnap a babaváró támogatással kapcsolatosan is. A babaváró kölcsön 2019-es bevezetését követően több előre nem látható, nem várt nagy horderejű, úgy is mondhatnánk, hogy viszmajor jellegű negatív esemény következett be, Covid-járvány, akár az ukrajnai háború, vagy az energiaválság. A kormány úgy gondolta, hogy ez a magyar családok egészségügyi állapotát, életszínvonalát, foglalkoztatási helyzetét egyaránt hátrányosan érinthette, és ezzel jelentősen megnehezíthette a gyermekvállalási terveik megvalósítását is. Ezért azoknak a pároknak, akik babaváró kölcsönt vettek fel, 2024. július 1-e után lejárna az 5 éves időtartam, de még nem született gyermekük, egy legfeljebb 2 éves hosszabbítási időszakot biztosít a kormány. Ez a 2 éves hosszabbítás azokra vonatkozik, akik 2019 és 21 között vették fel a babaváró kölcsönt.
Ezeknek a családoknak így egységesen a gyermekvállalási határidő 2026. július 1-jéig hosszabbodik meg. Ez a visszafizetési kötelezettség egyébként most még csak júliusig pár száz családot, de év végéig akár több ezer családot is érinthet, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez nagy segítség lesz nekik, hogy ez két éves időszakkal meghosszabbodik. Elindult július 1-én az egészségablak, egy országos, egységes digitális időpontfoglaló rendszer, ami a járóbeteg szakrendeléseken, szakrendelésekre időpontfoglalásba segít. Az egészségablak mobil alkalmazásban egyre több járóbeteg ellátásra lehet már időpontot foglalni. A bevezetés fokozatos, hónapról hónapra fog bővülni azon szakrendelők és szakrendelések listája, ahol már így be lehet jelentkezni. Azért vezetjük be ezt az új lehetőséget, hogy egyrészt könnyebb legyen a betegeknek eljutni a szakrendelőkbe, és kevesebb legyen a várakozási idő. Aki persze a szakrendelőkben személyesen vagy telefonon szeretne időpontot foglalni, a lehetőség továbbra is fent áll. Az alkalmazás egyre népszerűbb, már több mint 3 millióan töltötték le, havonta 2,5 milliószor nyitják meg, és több mint 9 millió leletet töltenek le belőle. Eddig országszerte 4143 szakrendelés kezdte meg az időpontok publikálását. A július 1-je indulástól július 6-áig 504 lakossági foglalást regisztráltunk, de ez nyilván csak az első 5 napra vonatkozik. A fejlesztések tekintetében szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az elmúlt 2 hétben több mint 11 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon. A legfontosabbakat szeretném kiemelni. Kutatásfejlesztés és innovációs pályázatok keretében 5 milliárd forint támogatásból megvalósult a Debreceni Egyetem Pilot Kutató Laboratóriumának fejlesztése. 2,5 milliárd forint összegben közúti infrastruktúra és közlekedésfejlesztések valósultak meg. Az elmúlt években rekordközeli forgalom volt a MÁV balatoni járatain. Az előszezontól a főszezon végéig több mint 2 millió menetjegyes utazás történik ezeken a vonatokon. Ezért is jó hír, hogy új vasúti megálló épült Balatonszéplak felsőn, és felújították a Balatonfenyvesi állomást is több mint 2 milliárd forint értékben. Ez az utasok kényelmét fogja szolgálni, új utasvárok, vizes blokkok, jegykiadó automaták, új pénztárak és technológiai üzemeltetési egységek készültek el a beruházás keretében. A sport területét érintően 2,3 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások. Rétság településen tanúszodát alakítottak ki. Ezzel mintegy 10-12 ezer környékbeli lakosnak nyílik meg a sportolási lehetőség. És nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas teniszcsarnokot avattak a Miskolci Egyetemen. Megújult a mellette álló klubház is. A beruházás több mint 1 milliárd forintból valósult meg.